Így jó estét kívánok mindenkinek a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón. Először szeretném Milo Erpoldivért megkérdezni a hazai, az Asetének a játékosát. Mi a véleményed a mérkőzésről? Hát nagyon hullámzó mérkőzés volt. A sérülésekkel küzdünk, itt a mérkőzés előtt derült ki, hogy ki fog játszani. Egy kicsit szervezet nélkül álltunk föl, de úgy gondolom, hogy elég sokáig jól kontrolláltuk a mérkőzést, partiban voltunk, nagyon tényleg egyszer vezettünk, egyszer ők vezettek, nagyon hullámzó volt. Vétettünk hibákat, de úgy gondolom, hogy az edző stáb szépen megszületette a csapatot, ez látszott is a pályán. Egál mérkőzést tudtunk játszani a Kecskeméttel, sajnos nem sikerült menjünk a mérkőzést, de mindesetre menjünk tovább, mert tovább is az a célunk, hogy minél jobb pozícióban végezzünk a bajnokság végére, úgyhogy ehhez a további mérkőzéseket szeretnénk megnyerni. Én sok sikert kívánok a Kecskemétnek, őszintén részletem az egész Vallai családnak, és hát megyünk tovább. Köszönöm szépen. Now I would like to ask Sebastian Krasovets, head coach of the home team, please share your thoughts about the game. It was an interesting game, interesting stats. We home court we had 64 field goals, most of which were penetration, and we ended up with 7 free throws. The other team shot more 3-pointers than us, ended up with 11 more free throws. So I guess they were incredible in defense. We have to congratulate them. We scored 76 points at home. We couldn't make a layup today. We out-rebounded them, although we are missing two bigs. So team put the heart out. They were fighting for 40 minutes. I have nothing to say against that. Okay, we made some mistakes, which is normal, but it's a weird game. I didn't expect this, but okay. It happens to us a few times this season, but we move on to the next game. Not so. Maybe if they don't move another game, we have it on 14th, I hope, if it doesn't change again. But congratulations to Kecskem and good luck. Thank you very much. Először majd Marko Deraszimovicsot fogom kérdezni a mérkőzésről. Marko, please tell us a few words about the game. I can say that both teams play very, very physically on the big level this game, and because of that we should give our super maximum to play one good game. I'm happy because we win this game and we continue to play next Wednesday and Saturday. Continue. I hope we're going to play on this level and continue with winning games. And also I want to say this win is for our coach and his family in this hard moment. Thank you very much. És most szeretném megkérdezni Váradi Kornélt, illetve megkérni, hogy értékelje a mérkőzést. Először is szeretném gratulálni a csapatomnak, és köszönöm, hogy ilyen csapatom van. Pontosan azért, amit itt most a Márkónak a mostani gesztusa is azt jelenti, hogy ez a csapat mennyire egybe van, és hogy ma is mekkorát harcoltak, és mindennek tettek ezért a győzelmi, mindennek tettünk ezért a győzelmi. Nagyon fizikális mérkőzés volt. Azt mondom, hogy végre sikerült megnyernünk egy lakás mérkőzést, amivel korábban problémáink voltak. És a másik fontos dolog pedig az, hogy ugye a szezonban elkezdődött az 20-as szabály, amihez mi továbbra is tartjuk magunkat. Sőt, nem csak tartjuk magunkat, hanem ezt a későbbire szeretnénk kiterjeszteni 40 percig, hiszen a fiatal játékosaink azok csak úgy tudnak fejlődni a későbbiekben is. Hogyha éles helyzetben, valós mérszituációban a pályán tudnak fejlődni, ami nagyon fontos az ő fejlődésük érdekében a csapatunk számára, és a magyar kosárlabdaiknak is ugyanaz. Köszönjük szépen, természetesen az egész Ósa család nevében őszinte részét. Köszönjük.